Holnap szállítják Hollandiába, Kelet-Ukrajnában lezuhant repülő áldozatainak maradványait. Ott végzik el az azonosításukat. A gép fekete dobozait a szakadárok átadták a maláziai hatóságoknak. Napokig bizonytalan volt, hogy mi lesz velük. Az uniós külügyminiszterek pedig Brüsszelben tanácskoznak az Oroszország elleni további szankciókról. Részletek Rédli Balástól. Fegyverek hangja hallatszik a távolból, miközben malajziai szakértők vizsgálják a repülő roncsait. A közelben az ukrán hadsereg megint összecsapott az orosz barát felkelőkkel. A roncsokra viszont még mindig a szeparatisták vigyáznak, a nemzetközi mentőalakulatok munkáját is ők felügyelik. A becsapódás helyéről ez a legfrissebb műhold felvétel. A jobb sarokban Grabovo a legközelebbi település. Több áldozat holteste az ottani házak közé zuhant. Egy közelebbi képen a lángoló roncsok miatt megégett mező is látszik. Megjelöltük azt a helyet is, ahol a hajtómű maradványait megtalálták. Közben az összegyűjtött holtesteket szállító vonat megérkezett Harkovba. Ez a város ukrán kézen van. A maradványokat itt repülőre rakják, és útnak indítják Hollandiába, onnan az áldozatok kétharmada származik. Ott fogják elvégezni az azonosítást. A holland miniszterelnök szerint az első repülő várhatóan szerdán landol majd. A holtesteket egy katonai bázisra szállítjuk. Miután megtörtént az azonosításuk, azonnal értesítjük a családokat és senki mást, mondta. A gép fekete dobozait végül a malajziai hatóságoknak adták át a szakadárok. A sorsuk napokig bizonytalan volt. Felmerült az is, hogy mindkettőt Moszkvába szállítják. Nyugaton éppen ezt szerették volna elkerülni, mert nem bíznak az oroszokban. Az ausztrál miniszterelnök szerint így is nehéz dolga lesz a szakértőknek. A büntény után most a bizonyítékok eltüntetése zajlik. Ipari méretekben babrálják a gép roncsait, aminek véget kell vetni, mondta Tony Abbott. Malajziában tüntetést tartottak az ukrán és az orosz nagykövetség előtt. Vladimir Putyintól követeltek magyarázatot a gép lelövésére. Az orosz nagykövet szerint Ukrajna a hibás. Oroszország nem vesz részt olyasmiben, ami most nyugaton zajlik, a bizonyítékok nélküli vádaskodásban, mondta. Közben az uniós külügyminiszterek Brüsszelben tanácskoznak. Többen közülük az eddigieknél sokkal keményebb szankciókat vezetnének be Oroszország ellen. Rédli Balázs, Hír 24.